Az jó lett volna, hogy lépek véletlen. Ja. Igen, még nem tökéletes. Sárkány sincs, semmi nincs nálam, basszus. Oké. Okay. Ez egy elég csálé. Hát ez így nagyon. Ügynök főleg. Fejjel lefelé raktam le. Kicsit még arrébb kéne rakni. Rögtön bele vezet a lávába egyenesen. Na, hol van a láva? Ja, itt Jó, van. Jó lesz így. Itt a lába. Hol a lába? Már csak De volt. sötét lett hirtelen. Na, ezt öntsem ide a többihöz? Szerintem... Ja, Várjál? ott van. Itt hiányzott egy. Igen, azt akartam mondani, hogy oda, ahol... Ez itt tökéletes. Na, itt kinőtt megint egy sütőtök. Fáki az egy darab sincs. Nincs. Ups. Nálam még mindig. Elszámoltam egy picit magam. Ja. Kéne fákját csinálni, csak... Vagy a sütőben volt egy csomó fa. Ó, oh, király. És van fákja is. Az is lesz homokat mindjárt. Elrakom. Clayt azt főleg, mert az biztos, hogy ritka. Na jó, szóval. Aha. 3 gyémánt. Yeah. Várjál, meg majd mit akarok csinálni. Ajaj, begyulladt a kerítés. Igen, tartottam tőle, hogy ez lesz. El is ég egyébként? Hát egy idő után biztos. Akkor viszont nem jó ez így. Gondoltam amúgy, hogy be fog gyulladni, de azért mondom át, ha nem. Hát ne, hát olyan nincs szerencsénk annyira. Kirepül egy ilyen kis izzó darab, azt mondja, föl is gyúlod. Tudod, amikor viszont a másik survival-ba próbáltuk begyújtani a Nether kaput, akkor meg milyen nehezen gyulladt be ott minden. Ja, hát nyilván akkor nem gyulladt be, amikor be kéne. Csak meg akkor kéne nem elkeríteni, kéne. Hogy ne legyen gond. Bármi valami nem fa, mondjuk kő. Várj, a kőből is lehet ilyen kerítés szarságot csinálni. Kőből, tényleg? Aha. Remélem, jól emlékszik. De király. Cobblestone wall. Mindjárt itt van. Én is csináltam egy pár darabot. Ja, hogy te nálad is van. Ah, most itt csináltam. Ez jó. Ez tök cuki. Igen, ez elég egyértelmű egyébként, hogy itt. Sőt, hogy a plafont is teszek rá. Csak hogy jól nézzen ki. Na, jó ötlet. Így kéne, mit szólsz? Ez úgy se látszik. Ez alulról. Látszik. Látom az összes lépcső, nem itt van még. Há jó, hogy? Van még kettő. Kettő? Ne. És majdnem elégett. Na, még egy csákány. Ez micsoda itt? Micsoda? Nem tudom, itt volt egy blokk, az rajta volt egy fákja. Azt hittem, hogy így le lehet esni, azt azért van a téve. Na, sütővel mi van már? Nem égett el az egész. Most már tényleg csinálok lapátot is, mert... kriminális.
semmi eszköz nálam. Akkor kéne épp. Na itt van egy csomó fákja. Fuck yeah, nekem is van egy csomó, amúgy csináltam az előbb. Meg egy csomó szén is van most már. Ezt kerítést ezt berakom ide a ládába. Ugye ez még nincs is befejezve erről az oldalról, ha? Micsoda nincs, hogy mi? Ja, hát nem Kovács volt annyi. Műhely. Tényleg ez úgy néz ki, hogy Kovács Műhely, tök jó. Mi is volt a neve annak, amit régebben hallgattál? Amiben benne volt a Kárnál Kovács Forge. Műhely. Kárnál Forge, az igen. Ez jó. Gyerekek, hallgassatok sok Kárnál Forge-ot, ez jó. De nem az új verziót, mert az szar. Hát az nem olyan jó, a régi az jobb. Maggot Man például az jó szám. Szerintem el kéne vezetni máshogy ezt a lépcsőt, mert ez egy nagyon csálé. Hát az így nagyon masszik, igen, ide ilyen kapásba lennek. Mert itt... legalább meg tudom nézni, mi van alatta. Szoknyája alá nézek. Rott fejjel lefele kurva anyádat, te lépcső. Ah, ez igen. Ez jó kiástad nekem. Hát ez nem szándékos volt, de vicces legalább. Azt hittem zuhanak a francba, de szerencsére nem. Ez jó volt, nézve észre a lépcsőn. Dungi-dungi, tudod, ez csak így. Hát így lendülettel nyilván. Jó, nagy lendülettel lefele aztán. Ezt mondtam az előbb is, hogy így simán ki lehet esni a fenébe. Igen. Mint a francia ejtőernyős. Zu Hans. Ja, igen. Szó most találtad ki? Nem. Nem. Tegnap délután. Nem igazából, ez már egy jó régi poén, fura, nem hallottad még. Hát sok ilyen favic van, amit nem hallottam, de szerintem nem csak egy, nem vagyok egyedül ezzel. Hát remélem, mert akkor senki nem élvezte ezt a point. Na mi van itt? Kis gabona. Ide rakom szerintem azt a fölös kerítést, amit csináltam. Mert... de se kéne leesni attól függetlenül, hogy... nem veszélyes. Ah, egyszerű. Tadám, upp. Nem olyan kényelmes. Na, közben itt a következő dínje. Dínje. Bizonyára is van. Azt kevés mondja, hogy hány darab, 64 blokknyi kéne belőle. Hát de azt csak mizével tudjuk kiszedni olyan sejem papintással, vagy mivel, nem? Nem, ebben össze lehet ezt rakni. Tényleg. Próbálj aha, meg azért. 9 darabot össze lehet rakni, nem hiszed, de itt van egy. Oké, okay, hiszem. A ládába. Hát hiszem. Na de én azt csinálom inkább, hogy kiszedem a magvakat, és akkor elültetek egy csomót. Akkor lehet, hogy gyorsan fogunk haladni vele. Sorry. Merre lehetne itt ültetni. Na mi kell erre is? Így, lépcsőforduló. Egyszerű. Most a lépcsőt leteszem, mert mindig ezt találom meg a blokk helyett. Na, itt nem látok alá.
Üveget is kell csinálni, hogy ennyi homokunk van, vagy mi? Ez Üveget? csak Ezt üveget. nézem. Ez csak ilyen trollkodás van rak, vagy biztos, hogy megfulladjon valaki? Ezt Nem látom az üveget egyelőre. simán ki tudom nézni egyébként, hogy ki van ezt találva. Nem látok üveget a listába. Na, akkor nem tudom, mire való a homok. Na Máshol mindegy, is jó. ne csak a semmi belső le, ha már van azért. Jó, hát nem abból akarom építeni majd a hidat túlpartra. Oké. Lol. És le is esett egy az alapba, hogy mondtad, hogy ne essen le semmibe. Szerintem. Vagy csak rosszul láttam. Basszus. Jó, hogy itt is van víz. Mindenhol van víz. Pancsi pancsi. Azt kiveszem, remélem ebbe úszkál szépen. Nem. Úszkálok eleve. És remélem nem is fogok, mert azt jelenti, hogy leestem. A legjobb esetben is. Ez így pont jó. Na jó, ezt nem teszem el, jó lesz az még. Oké. Még egy kis agyag. Furcsa dolog egyébként, furcsa látvány kiásni alulról az agyagot, mert ez... Tehát, érted? Nem egy gyakori élmény, hogy alulról ásod az agyagot. Jó, hát igen. Normál játékban. És elfogyott a kő. Azért van nem egy az pár összes. Istenem, miért van? Miért nincs annyi eszem, hogy az én lyukokat befoltozzuk? Jó, vagy arra az elteszem az érdekesebb dolgokat. Kicsit körbeépítem erre. Jaj, ha találunk még gyémántot, akkor viszont elengedhetetlen lesz, hogy megint csináljunk egy vascsákányt, szóval azért lehet, hogy hülyeség a vascsákány ilyen szempontból, mert hogy fogyandó eszköz, de rá vagyunk szorulva bizonyos körülmények között. Kívül, hogyha csinálunk egy gyémánt csákányt, mert nem tudom, mennyi gyémánt van összesen a világban, és hogy mennyire van szükségünk másra. Gyémán 15 darab kell. Hát remélem, hogy lesz egy kis fölösleg belőle, és akkor tudunk egy csárkányt összedobni, mert az jó lenne, akkor nem kellene 5 percenként újat csinálni. Ez egy jó darabig. Ah, hello. A víz. Ez biztos, hogy az nem annyira izgalmas, mint a tegnapi játék. Hát ez alapból ilyen ez a pálya. Hát az lehet. Épp azért át kéne szerintem mennünk. Olyan csábítóan néz ki ez az olajfurutrony innen. Szóval szerintem induljunk el, hogyha van valami blokkunk, amiben nagyon sok van. Hát olyan nincs szerintem. Hát, fából. Kő vagy fa igazából, kő az jobb talán, nem? Na, ez hiányzott. Igen. Hát csak ez kellett. Na, egy stack kő van nálam.
Még egy stack. Két stack az elég szerintem, egy vékony. Na jó, azt hiszem, hogy kikapcsolom a hangot, mert nem hallok semmit. Rohadt esőtől. Milyen halkítottál rajta? Hát 30%-on volt így is. Az még az is sok. Valami szerintem ilyen 10 körül van. Na most már nulla. Nem fog zavarni. Most még jobb. Mondjuk erre már nem jó, mert itt már megint ilyen tajga szarság van, erre nem fog kinőni semmi. Van itt. Lehet, hogy csak bealusztuk azt a Blaze Spawnert. Nem tudom. Az biztos, hogy búgott, de rendesen. De tényleg az volt szerinted? Én nem tudom, mi volt, de hogy búgott, az biztos. Viszont most visszataláltam a Disno Spawnerhez. Másik útvonalon. Sőt, mi van? Semmi. És temettem. Itt vagyunk, jó. Egy kicsit bizonytalan járás, de majd meg oktojáljuk okosba. Na jó, szerintem menjünk le, vagyis gyere le. Itt a hó esik, érdekes. Elültetek egy csomó dinnyét. Hol vannak ezek? Valahol letettem. Aztán haladhatunk is. Nem spawnoltak zombik azóta egyébként. De valamit csináltál velük, nem? Mármint a spawnerre. Semmit. Azt hittem te csináltál valamit. Elromlottak a zombik. Hát akkor nem tudom, mi történt. Vigyük vissza őket garanciába.